Ana Brnabić, szerb kormányfő, és Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinai elnökség szerb tagja, megkoszorúzta Kara György emlékművét. Rövid történelmi visszatekintést követően Ana Brnabić kiemelte, Szerbia a januári népszavazással bebizonyította, hogy 2022-ben is folytatja a megkezdett utat. Te historiske ličnosti nas i ovog dana pozivaju da pođemo njihovim putem, putem državotvornosti i napretka, nudeći udeo u njihovoj slavi i svetle primere kako časno i dostojanstveno prevazilaziti prepreke koje se pred Srbijom nalaze. Cilj ovog puta bio je i ostao isti. Srbija suverena i nezavisna, evropska i moderna, ustavna i demokratska, prosperitetna i poštovana širom sveta. Milorad Dodik beszédében hangsúlyozta, a boszniai szerb köztársaságban ezt a napot sajátjukként ünneplik. I zagledani smo u Srbiju kao našu zemlju, našu maticu. I de god živeli Srbi, naravno Srbiju doživljavaju na taj način. I Srbija s pravom da nam daje garancije i daje nam utočište. Srbija je tu da nas utiši, da nas pomogne, da nas ohrabri. Szerbiában az ünnep kapcsán szerda is állami ünnep.